A dombóvári roma nemzetiségi önkormányzat és a helyi önkormányzat közreműködésével szeptember 21-én tartották meg a dombóvári roma napot. A szervezők idén is kitettek magukért, hiszen egész napos programok várták a cigányokat. Már délelőtt nagy volt a sürgés forgás a roma háznál, hiszen 11 órakor kezdődött a főzőverseny. Ligorovics Marianna, az Új Kezdet Roma Egyesület képviselőjelöltje elmondta, az alapanyagokat önkormányzatuk finanszírozta. Minden csapat három főből áll, mindenki kapott ugyanannyi alapanyagot, marhahúst, hagymát, zsírt, törött paprikát, és sűrített paradicsomot, zöld paprikát, roma hagyományok szerint osztottuk az alapanyagot, és mindenki saját maga döntheti el, hogy mivel tálalja. Köretként szerepelt az étlapon a földburgonya és a punya is. A Mester 3-as csapata például nokedlivel tálalta a pörköltet. A Mester 3-as a csapatunknak a neve, és marha pörkölt lesz galuskával, nokedlivel, és hát cigányossal, romással főzzük. Jó, erősen, lecsossan, sok paprikával, bő hagymával, sok hagymával. A zsűrinek az értékelésnél nem volt könnyű dolga, hiszen köztudott, hogy a hagyományosan elkészített, tartalmas cigány étkek párjukat ritkítják. A csapatok emléklapot, a dobogósok pedig serleget is kaptak, melyet Szabó Lóránt polgármester nyújtott át. A mai napot közösen szerveztük a roma önkormányzattal. Úgy gondolom, hogy egy nagyon szép rendezvényen vagyunk, hiszen óriási a tömeg, nagyon tartalmas fellépőket sikerült a roma önkormányzati elnöknek, Ligorovicsnak idehozni ma Dombovárra. Az időjárás is tökéletes, és úgy látom, hogy az itt lévő tömeg nagyon szépen példázza az, hogy Dombovár egy nagyon békés, nyugodt város. Az itt élő magyarok, romák, németek egymás mellett békességben tudnak élni. Szabó Lóránd és Ligorovics Zsolt elnök közösen adták át az emléklapokat és az ösztöndíjakat azoknak a diákoknak, akik részt vettek a dombovári roma nemzetiségi önkormányzat pályázatában. A szervezők olyan népszerű sztárfellépőket hívtak meg, hogy megtelt az Arany János tér. Jött a Roma Café, ők is egy nagyon híres roma származású zenekar, ők is sztárvendégek. A Váradi Olasz szolgáltatja most a háttérben a zenét, amit nagyon szépen köszönünk neki, de ezzel még nincs vége. Fog jönni még hozzánk a Kispere, és amikor a Kispere koncert véget ér, egy utcabállal zárnánk, akikre szintén nagyon büszkék vagyunk, ők egy autentikus zenekar, a Kale Lulugyi. A dombovári roma nap kulturális rendezvényéről bővebben Mozaik című magazinunkban láthatnak.